Sziasztok, Zsófia vagyok. Megígértem nektek, hogy a hátfájás elleni sorozatunkat ezen a héten kiegészítjük még egy videóval. Eddig megmozgatjuk a gerincünket előre, megmozgattuk hátra, megnyújtottuk rotálva és a fűrésszel, és most pedig még a hiányzó láncemet hozzátesszük, ez pedig az oldalra hajlítás. Ez a gyakorlat, ez a Shell nevű pilates gyakorlatnak az előkészítő formájában valósul meg, és lássunk is rögtön hozzá. Leülünk, méghozzá úgy, hogy a két térdedet az egymás fölé helyezed, és a két sarkadat is behúzva a fenekedhez. Ha ezt nem tudod megcsinálni, mert mondjuk fáj a térded, abban az esetben nyugodtan csúsztasd el. De hogyha meg tudod így csinálni, akkor legyen egymáson, ha nem fáj. Innen megfogod a két bokádat a kezeddel, és a törzsedet úgy tartod megint, mintha be lennél szorítva két fal közé. Jó? Tehát sem előre, sem hátra nem fogunk mozogni, csak oldalirányba. A másik karunkat fölemeljük. Gyönyörű hosszú a hátad, erőközpontot bekapcsolva, vállaid letolva. És innen elnyúlunk oldalirányba a lábaink fölé, és figyelsz rá, hogy nem oda, hanem szépen egy vonalban maradsz, tehát szembe marad a szembe fallal a mellkas, a köldök és a tekintet is. Ha tudod, vidd lejjebb a karodat, és érzed azt, hogy itt az oldalad nyúlik, de nyúlik vele együtt a gerinced is. Ha megvagy, itt vegyél két jó mély levegőt hosszan, és utána följövünk középre. Lerakod az alkarodat a másik irányba, és hosszan ott is átnyúlsz. Veszed a levegőt. Figyelsz rá, hogy ne dőlj el, csípőd maradjon a helyén, térded maradjon a helyén, és erőközpontból föltolod magad. Újra megfogod a két bokádat, a karodat, tehát nem a válladat, hanem a bicepszedet közel viszed a füledhez, és úgy nyúlsz át. A fejed kövesse a gerincednek az ívét. Jó. Ezt megcsinálhatod még egyszer, tehát leteszed másik oldalon, vagy feljössz, és itt megfogod a füledet, és oda betekered magadat, és itt veszed a levegőt. Jó? A homlokod oda közelít a csípődhöz, azonos oldalon. Itt már a falak közül kiszedted magad, tehát itt már nem a két fal között ülsz. Tehát arra figyelj, hogy mindig, amikor nyújtasz, akkor veszed a levegőt. Hogyha megvan ez az oldal, akár egyszer egyik irány, másik irány, vissza, megint, és utána tekered magad, vagy elég ez a három is összesen. Viszont természetesen másik oldalra át kell, hogy menjünk, ott is ugyanez a feladat. Be vagy szorítva a falak közé, sarkat közel húzod a fenekedhez, térd a térd fölött van, lábfej a lábfej fölött, fölnyúlunk, és ugyanúgy hosszan nyúlunk, és amikor nyúlsz, akkor vedd a levegőt. Jó? Két-három lélegzetvételnyit tartsd meg, utána középen, és átnyúlsz a másik irányba is. Jó, ezt végezd el ugyanúgy ezen az oldaladon is, vagy háromszor, vagy ötször, ahogy jól esik, és a többi gyakorlattal együtt ez már egészen biztos, hogy elképesztő jótékony hatással lesz a mindennapjaidra is, azáltal, hogy a gerincedet megmozgatod, és adsz a porckorongoknak egy kis tápanyagot ezzel, tehát életbe serkented a gerincedet és ott a működését. Köszönöm szépen, hogy ezt a videót is megnézted, remélem jól esett a gyakorlása. Ha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan írd nekem a Facebook oldalamon, vagy pedig ide le kommentbe. Ha tetszett a videó és hasznosnak érezted, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni, illetve lájkolni a videót, avagy megírni nekem ezt is kommentben, vagy hogy mire vagy kíváncsi a jövőben.
Köszönöm újra, hogy velem voltál. Egészségedre. Szia!